és a lelkes villam vállalja most el, eddig Józan Rékas, Bugár Szintia. Próbálkozott hetessel, lelkes Lilla nem sokat gondolkodott, nem is ijeszgetett. Megszerzi második gólját Lilla, 31-17. Niki, meg lesz a 40? 10 perc arra már lehet, hogy kevés, de ez most nem volt jó sorozat, úgyhogy remélem, hogy most már dobunk egy-két gólt, és nem ilyen könnyelmű lesz a védelem, mert most kaptunk egy-két gólt, és 20 alatt jól lenne megúszni ezt a meccset, mert ez nincs benne, úgy gondolom. Hát igen, ugye 31-17-re vezet egy csapat, és mi kritizáljuk. De azért, mert egyszerűen ember hátrányban van a kassa, és indításból nem szabad nagy gólt kapjunk tőlük. Nekünk kéne indításokból gólokat szerezni. Visszajött Straka. Bruncik. Viola. Belépés. Mellé is lőtte, meg be is lépett. A figura jó volt kijátszva, de visszajött Nagy Orsi is. Most Matus, Lelkes, Straka, a Nagy Orsi, Viola és Brunswick Fanny a pályán. 8 perc van hátra a Szolárikovel. Akár 2 perc is lehetett volna, bár Brunswick Fanny is vállalja az ujját, de hát ő kapta el, sőt Nagy Orsi is. Szolárikovát, ezt most megúzták a szerdahelyek. Nagyon taktikusan húzzák az időt egyébként a kassaiak támadásban. Ezt jól csinálják, Szolárikova rutinos játékos. És most már passzívat jel ez a bíró, lőni kell. Szolárikova. Pajerová mezét tépkedik ott. Viola és Brunswick Fanny. Most lőni kell, mert passzív. Englerová lő is. Jócskán fölé. Straka. Na gyerünk, még egy pár szerdai gólt szeretnénk látni. Viola Ági. Kasparová. És majdnem az indítása is összejött, Pajorová ott settenkedett, de Straka jól zárt vissza, azonban rosszul indít. Hát igen, nehéz ilyen meccsen 60 percen át fejben teljesen ott lenni, teljesen tisztán hideg fejjel játszani, mert a meccs az már régen megvan. Ugye nagyjából a 10. percben eldőlt, hogy egy gólokkal jobb a szerdahely, és 14 góllal vezet is. De Prikler Szilvia talán maradéktalanul mégsem elégedett. Most viszont elégedett lehet a védekezéssel, még akkor is. Hogyha csak szabálytalanság árán tudtuk megállítani Stachovát. Pajorová. Szolárikova. Englerová. Üde bezúdította. Bugár Kati, aki most Bundová helyett az utolsó 8 percre bejött a szerdai kapuba. Nem tudott hárítani. 31-18. Straka bemutatta a figurát, a Nagy Orsi Straka. A lelkes Straka, a Nagy Orsi lelkes. A Nagy Orsi nem tudja összeszedni, Straka igen. És kiharcol egy hetest. Sőt, még kiállítást kettős ember előnyben. Leszünk 2 percig, ugye, mert Kisidai Patricia már nem jöhet vissza, és Szolárikova sem jöhet be most 2 percig. Nagy Orsi dobhat hetest, és 32 lehet. A szerdai gólok száma lesz is. 14 ide, 5,5 perc van hátra, 4-6 ellen támad a kassa. Na, kíváncsi vagyok, mit tudnak kihozni ebből a szituációból a vendégek. Jó lenne labdát szerezni, és gyors indításos gólokkal, akár 2-3 találattal is növelni a különbséget. Kérdés az, hogy a bírók meddig engedik az adogatást, az időhúzás jellegű adogatást. Mikor fogják a passzívat felmutatni, mert hát akkor is, hogyha kettős hátrányban vannak,
a vendégek. Passzív játék akkor is lehetséges. Englerová, Pajerová. Sok mozgás kell ilyenkor, extra sok mozgás. És egy bődületes kapufa. Stachová. Majdnem kettős ember hátrányban szereztek gól, de szerzünk-e mi emberből, emberelőnyből? Igen. Viola Ágnes. 33-18. 4 perc van hátra. 50 másodpercig még kettős előnyben vagyunk. Plusz 15 már. Csodálkozom, hogy nem kért időt a kassai edző. Aztán sietünk haza 17-30-kor Magyarország, Franciaország. A tét a legjobb 8 közé. Englerová. Sport 1. Kalmárová. Pajerová. Englerová. Pajerová most a szélső irányítót játszik. Marad a kassaiaknál labda, még 20 másodpercet kell kibírniuk. Kettős hátrányban. Egyelőre csak egy gólt sikerült dobni. Kettős előnyben, ez Sovány. Stachová. Szerintem ellépte Stachová. Bugár Kati azért belenyúl. Kapura ment. Straka. Egy röplabda mozdulattal kerül Matus Virághoz a lab. Lelkes Lilla csak úgy átpöccintette Straka indítását, és Matus Virág bal keze villan. 4 perc van hátra, 33-18. Egy gyors összegzést kérek tőle, gyors összegzést, Niki, mert ugye a meccs után azonnal rohanunk Naszvadra, a Naszvad aranyos meccset közvetíteni, így most rendhagyó módon a meccs elemzését most kérem, hogy a meccs vége előtt. Niki, rendben volt ez a meccs, azért nagyjából erre számítottunk, ugye 33-19, lehet, hogy még lövünk 2-3 gólt. Hogy értékelnéd a lányok mai produkcióját? Persze, hogy rendben volt, nyerünk, 30 fölött dobunk, az lényegében jó. Tudtuk gyakorolni az 5-1-es védelmet, hozzáraktak a fiatalok, Józan Réka, Posvanc Rebeka is szerzett gólt, kapust is tudtunk cserélni, úgyhogy működött, én úgy gondolom, egy picit csak amit kaptunk, de a védekezésen még javítani fogunk. Hát igen, kedves nézők, gyorsan el fogunk köszönni a végeredménnyel, mert Bartalos Gyula kollégámmal rohanunk Naszvadra, még jó egy órás út vár ránk, hiszen 6 órakor kezdődik a felvidéki magyar-magyar rangodon, Naszvad az aranyost fogadja. Úgyhogy a végeredménnyel innen elköszönünk. Na, nézzük a kassaiakat. 5 a 6 ellen. Egy pár gólt sikerült dobniuk ember hátrányban. Englerová megnézte magának a sarkot. Bugár Kati mozdulni sem tudott erre az átlövésre. 34-19. 2,5 perc van hátra. Straka. Nagy Orsi Straka. A lelkes Lilla egyéni akcióból növeli az előnyt. 35-19. 2 perc 20-szal a vége előtt. Szolárikova. Stachová. Pajerová. Englerová. Stachová. Pajerová nem tudja megverni egy az egyben Matus Virágot. Pajerová 6 gólt szerzett egyébként. Szerintem ő volt a kassaiak legjobbja. Február végén fogunk egyébként találkozni, kedves nézőink, legközelebb a Dunaszerdei. Szolárikova, Englerová, talán még egy kassai gól belefér. Mire kimondom, már be is zúdítja Szolárikova. Minden egyes sportág kihasználhatja majd a sport. 35-20.
oldottak, 35-20-ra módosulunk. Talán egy picit soknak tűnik így, hogy 25 percig ember előnyben játszottunk, a 20 kapott gól. Most még kettős ember előnyben is abszolválja a Dunaszerdai, az utolsó 80 másodperc következik. Stachovát is kiküldik, Nagy Orsi büntethet hetesből. Ötös számmal készül Nagy Orsolya, negyedik gólját szerezni. Megvan a negyedik találata Orsinak, 36-20, 1 perc 50 a kiállításból, de 1 perc van hátra már csak a meccsből. Pajerová, Englerová, Bugárkat is véd egyet, legalább ennyi pozitívum, még 40 másodperc, Straka, a lelkes, üres a folyosó, és ha üres, akkor lelkes Lillas meglátja, és van annyira rutinos és higgadt, hogy bevágja a 37. szerdahelyi találatot, 37-20. Kérjük a Vastaps a Dunaszerdai sportcsarnokban, mely akkor is a meccs egyik legjobbja, Pajerová Veronika a 21. szerdai gólt, illetve kassai gólt szerzi, de a meccs utolsó gólját Brunswick Fanni ejti. Itt a végeredmény, leblokkolják Englerovát. Kedves nézőink, a Dunaszerdai sportcsarnokban az végig emberhátrányban, szinte végig emberhátrányban játszó kassaiaknak sikerült ugyan 21 gólt szerezni, de 38-at kaptak. 17 gólos Dunaszerdahelyi siker. Rohanunk Naszvadra, hiszen az aranyos elleni felvidéki magyar-magyar rangadót közvetítjük. Hamarosan tehát Naszvadról jelentkezünk. Dunaszerdahelyi Kassa, a végeredmény 38-21.